Szervusztok! 2023. július 13-a van, csütörtök, tehát csütörtök este és nyár. Nyár és ma is nagyon meleg volt, és egyébként látom, hogy szerencsésen sokan vagytok, akik pihennek, nyaralnak, és vannak, akik pihenésen és nyaralás idején is nézik az adásaimat. Ennek a visszajelzését a nézőszámon, a reakciókon természetesen látom. Ma este is 6 órakor tervezem a kezdést, és előtte a szokott módon egy csodálatos éneket szeretnék nektek bemutatni a kezdésnek, amíg összekészülődik a csapat Konzsuzsától, akiről most két dolgot is el kell mondanom. Amikor általános és középiskolás voltam, az egész fiú, az osztály összes fiú a szerelmes volt Zsuzsába. Nem ismertem személyesen, talán néhány szót találkoztunk, de csak köszönés elejéig. Valószínűleg mind a ketten arcról fölismerhettük egymást, de személyes kapcsolatunk nincsen. Bródi Sándorral nagyon jó viszonyban van, Bródi Jánossal nagyon jó viszonyban van, és ővele én is, tehát van egy közvetett kapcsolatunk is. Mégsem nekem jutott eszembe ez a szám, hanem a képen látjátok ezt a gyönyörű vöröshajú követőjét, és Schmidt Annikót az oldalamnak, aki nagyon aktív követője, rendkívül csinos követője az oldalnak, és közvetetten ő ajánlotta figyelmembe, hogy talán ez a szám is rendkívül időszerű. Szerintem így van, köszönöm szépen Annikónak, és most kezdjük, és a szám után pedig találkozunk. Itt ringatott az édesanyád, itt indultál el az útra, s itt jártad ki az iskolát. Itt élnek a barátaid, és itt találtad meg szerelmedet. A nagyvilágon e kívül nincs máshol helyed. Itt fogadtad szívedbe az írást és a gondolatot. Eszméltél magadra, és itt volt mindig az otthonod, s most itt mondják neked, elvakult, sötét lelkű ostobák, keres magadnak máshol hazát. Ne törődj vele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad még akkor is, ha szembe fúj a szél. Ne törődj vele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, ne feledd el, hogy szabadnak születtél. Ne hagyd, hogy lelked mérgezzék a hazug előítéletek, ne hagyd, hogy korlátok közé szorítsák szabad szellemet. A kölcsei és Vörös Marti nyelvén szól az éneked. A nagyvilágon e kívül nincs máshol helyed. Tudom, hogy nehéz elfeledni mindazt, amit nem lehet, de ne add fel a szíved mélyén élő szép reményeket. Kárpátok gyűrűjéből szállj fel szabad madár, érted is szól a harang már. Ne törődj vele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad még akkor is, ha szembe fúj a szél. Ne törődj vele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, ne feledd el, hogy szabadnak születtél.
hogy szabadnak születtél. Hát szerbusztok, csütörtök este van, 6 óra, és ez a gyönyörű szám után indul a ma esti páros beszélgetésünk. Mindössze 58 ezer követő tehet ma fel kérdéseket, remélem, hogy ez meg is fog történni. Minden alkalommal eldöntöm, bárhol járok, és mindig megpróbálom a technikával követni, hogy ti ne vegyétek észre, ha nem otthon vagyok éppen, jelenleg sem otthon vagyok. Megpróbálom technikával követni, és mindig az adás előtt egy fél órával mindent szemügyre veszek, hogy mi az, amit a beállításoknál nagyon fontos, hogy megtegyek. Fontos például, hogy magamnál lehalkítsam a mikrofont, hogy ti a zenét, amit felvételről hallotok, ahhoz ne keveredjen térhatásban az én mikrofonom is. Hát, 10-ből 3-szor, és ma, természetesen ezt is elfelejtettem. Aztán most már többen, nagyon jó barátok segítik a munkámat, és egyéb vonalakon jelzik felém, ha valamit tapasztalnak, amiben esetleg be tudok avatkozni. Hát itt a nyár. Természetesen az adásra készülve éreztem, hogy rettenetesen meleg van. És mondtam, elég lesz az a másfél óra, amíg a klímát ki kell kapcsolnom, hogy aznak a zaja is ne jöjjön be a stúdióba, ha úgy tetszik a stúdióba, ami az én íróasztalom egyébként, ne jöjjön be. De gondoltam, hogy nem bírom ki abban a fél órában, amíg fölkészülök az adásra, ezért az alatt bekapcsoltam. De majd kikapcsolom adás előtt. Hát nem kapcsoltam ki. Úgyhogy kaptam is a jelzést, hogy hát a klíma, a ventilátor megy a háttérben. Már nem megy. Úgyhogy elnézést kérek tőletek a technikai problémákért, de szeretném hinni, vagy szeretnék hinni benne, hogy minden ilyen hiba az életszerűséggel jár együtt, és a tartalomra figyeltek. És a tartalom elismeréseként vagytok már több mint 58 ezeren rendszeres követőjének az adásnak, és nem egy-kettő olyan poszt is van, ahol a megtekintési számok már elérik a több százezret. Az eddigi csúcs körülbelül 5-600 ezernél volt, hát ez nem minden alkalommal van, de a félmilliót is már 3-4-szer elértük abba az közel 200 videó bejátszásba, amit a kezdetek óta már eddig megtettem. Várom tehát a kérdéseiteket, mert a kérdések kapcsán szeretnék az estet leginkább beszélni, bár annyi minden történés volt, hogy egy csomó bejelentkezést kellett tennem az elmúlt héten, talán már túl sokat is. Hargitai Klára kérdezi, hogy ön szerint átvészelhetjük-e a nagyobb sérülés nélkül azt a hatalmas presztízsveszteséget, amit Orbán okozott a magyaroknak, és látja az országvilág. Rossz hírem van, azt hiszem, Klárának. Sajnos rossz hírem van. A rossz hírem az abból adódik, hogy történelmi időszakban volt Orbán Viktor már eddig is Magyarország miniszterelnöke. Az 1990-es, ha úgy tetszik, rendszerváltásunkat most már 17. éve miniszterelnök Orbán Viktor. Egy 4 éves időszakot egy társadalom kibír. Ezért találta ki a történelem, hogy általában 4 év, a legtöbb demokratikus államban 4 évente választanak új kormányt, és az esetek többségében ez új miniszterelnököt is jelent. A 4 éves időszakban, ha például volt ilyen a szlovákoknál Mecsiárral, akit félő, hogy esetleg 11 néhány év után újra visszajön, kiderül, hogy egy gazember került az ország élére, akkor 4 év múlva a társadalom őt leváltja. 4 év alatt a társadalom értékrendjét sem lehet megváltoztatni, és azért egy országon belül is lassan terjednek el az új és az új gondolatok, tehát hogyha valami megváltozik. Lassan terjedni soha az, gondoljuk, hogy ma délután elmondtam, holnap már az egész ország tudja, ez nincsen így. De az egész világ még lassabban tesznek. Még lassabban ér el oda, amikor 90-es években rendkívüli módon tisztelték a magyarokat.
A világ bármelyik pontján jártam, büszke lehettem arra, hogy Magyarország vagy, hogy magyar vagyok, és hogy Magyarországról jöttem. Éltem is ezzel, éltem, visszaéltem, mindegy, hogy hogy fogalmazzuk meg. Rendszeresen úgy kezdtem a bemutatkozásaimat, a új helyen jártam, hogy Magyarországról jöttem, magyar vagyok, boldog vagyok, büszke vagyok. A 17 év az nagyon sok. A most már egybefüggő 13-14 év az meg már rettenetesen sok, hogy egybefüggő időszak. Megváltoztatja a magyarországi értékrendet is, ez nagyon nagy problémánk. A magyar állampolgárok nagyon széles körét téveszti meg ennyi időszak alatt, de a világ is felismeri már. És én azt gondolom, hogy ezek az évek, sajnos Klárának a felvetése nagyon aktuális. Ezek az évek, most már évtizedek, beíródnak az ország történetébe. Ez nem csak egy kis maszat, nem csak egy kis átmeneti pötty, hanem ez beíródik a magyar történelembe. Beíródik, és ezért évtizedek fognak ahhoz kelleni, hogy Magyarországra másképpen nézzenek a nagyvilágba. Másképpen, mint most. Mert most már nem szép szemmel, nem kisimult homokkal, nem nyugodtan néznek Magyarországra, hanem elkeseredetten, egy rossz szájízzel, egy kellemetlen szó, ha valakiről azt mondják, hogy magyar, vagy ha úgy kezdik, hogy Magyarország, ez a világ számára, a legfejlett világ számára, az odafigyelő világ számára, ez ma egy nem kedves kifejezés. És ezt Orbán Viktor már elérte. És sajnos, és ez a legrosszabb hírem, hogy még rosszabb irányba haladunk. Amúgy is akartam beszélni, de most csak érintőlegesen mondom, hogy rendkívüli fontos volt az elmúlt héten, 11-12-én a Vilniusban tartott NATO csúcs találkozó, amely egyben a G7-ek találkozója is volt vele összekötve, az a világ hét legfejlettebb országának a találkozója. Ott ugyanis bizonyos szempontból a közeljövő tekintetében sorsdöntő dolgok születtek. Orbán Viktor tapsol, mert Zelenszkij ukrán elnök vágyai nem teljesültek, és nem kapott egy pontos határidőt arra a NATO-tól, hogy mikor várható Ukrajna felvételi a NATO-ba. Ugyanakkor garanciákat kapott arra, és ez a lényeg, hogy a elkövetkező közeli időben ez meg fog történni. De nem csak az NATO adott garanciát az elmúlt napokban Ukrajnának, a mellettünk lévő országnak, amely mintegy ötször nagyobb, mint Magyarország, de a térség egyik legnagyobb állama, hanem az Európai Unió is. Tehát abban az esetben, ha Magyarország egyáltalán tagja lesz még néhány év múlva az Európai Uniónak és a NATO-nak, a szomszédunkban lévő, az Unióban és a NATO-ban többszörös befolyással rendelkező országgal szemben Magyarország ellenség. A mai fiataloknál, akiket én nagyon szeretek, már nem emlékeznek rá. De bizony az én fiatal koromban 40-50 évvel ezelőtt volt olyan időszak, amikor azt mondtam a kisgyerekeimmel, nem megyek át Romániába, mert egy történelmi ellentét volt Románia és Magyarország között, elsősorban a történelmi Erdély miatt, de a II. Világháború után kialakult helyzet miatt is, ahol Magyarország a vesztes oldalán fejezte be a háborút, a románok meg időben kiugrottak, nyertesek lettek az Atlanti Szövetség tagjaiként, és hát ez stabilizálta, hogy komoly Magyarországhoz tartozó területek fölött megszerezte a hatalmat. Ez egy az országok között majdnem kibékített ellentét volt, rendkívül rossz helyzetben voltak az erdélyi magyarok, mert a román állam mindig hátrányosan különböztette őket, és semmit nem tudtunk tenni az érdekükben, mert a két állam között is ilyen rossz viszony volt. Ukrajna belátható időn belül, értsétek, néhány éven belül garanciát kapott arra, hogy tagja lesz az Európai Uniónak, könnyített módon fogják felvenni, és tagja lesz a NATO-nak, és könnyített módon fogják felvenni.
és mi rendkívül hátrásorolunk. Bár ma is az utolsó helyen vagyunk valószínűleg, de lesz közvetlen szomszédunkban valaki, aki folyamatosan blokkolni fogja a magyar érdekeket, mert nem felejtik el azt a történelmi bűnt, amit az Orbáni rendszer Ukrajnával szemben elkövetett, és nem arról az időszakról beszélek, amíg nem volt orosz agresszió, az alatt is kiemelkedően rossz viszonya volt Magyarországnak az Orbáni rendszernek Ukrajnával, de abban némi szerepe Ukrajnának is volt. Az agresszió után ez a szerep azonban az ukrán szerep, az Ukrajnának főruható szerep eltörpült. Eltörpült azzal szemben, hogy honvédő háborút folytat. És Magyarország nemhogy azt mondta volna, hogy átmenetileg félreteszem a rossz érzéseimet, mert most segítenem kell, bele kell lennem, hanem az agresszor oldalára állt. Az agresszort képviseli, és mindenben gátolja, hogy minél gyorsabban békére kerüljön sor Ukrajnába. Rozália kérdezi, hogy van Erdogan kijátszotta a NATO 42. Kicsit közelebb megyek, bár ezáltal a kép nem lesz igazán előny, vagy rendben, de hát nem látom jól. Kijátszotta a NATO-t, hirtelen mégiscsak októberben terjeszti elő a svéd csatlakozást, ratifikációját. A hosszabb változatot megnézhetitek, ma reggel tettem közzé, és már nagyon sokan reagáltatok rá, már több mint 100 000 ember az elérése, és meglehetősen sokan néztétek már meg. Ott pont erről részletesen beszélek. De korábban, néhány hónappal ezelőtt egy külön posztban foglalkoztam azzal, hogy a diktátorok, az olyan emberek, mint Putyin elnök, mint Orbán Viktor, mint Erdogan elnök, és a többieket is nyugodtan ide sorolhatnám, egy valami sok mindenben, de egy valamiben nagyon hasonlítanak egymásra. Abban, hogy velük nem lehet megállapodni. És valahogy értem, de nem értem, hogy sem az Európai Unió, sem a NATO, sem a magyar társadalom nem érti, a magyar társadalom a saját diktátorával nem lehet megállapodni, hogy nem szabad vele, nincs miről igazából vele tárgyalni. Asztalhoz nem tárgyalásban, hanem le kell kényszeríteni, hogyha részt akar venni a további politikai életbe, egy új ellenzéki asztalhoz kényszerből kell odaültetni, és ott az ellenzéki összefogás által diktált feltételeket kell vele elfogadtatni. A diktátori tárgyalásnak ugyanis van egy jellemzője, de ez történelmi, tényszerű, és azt kell mondanom, hogy gyakorlatilag kivétel nélküli. A diktátor nem tartja be a megállapodást. Ez a lényege. Ő a hatalomban a saját magának, a mondatainak a kizárólagos ura, semmilyen erkölcsi gátja nincsen, ha valamiben megállapodik. Ezért általános tárgyalás technika tanítják. A diktátor iskolában tanítják, de ez így nem teljesen igaz, a történészek is tanítják, hogy a diktatúra úgy működik, tehát úgy működik, hogy a diktátor a környezetében akár a saját népének, akár a környező országoknak tesz egy elfogadhatatlanul rossz ajánlatot. Ugye fölismeritek, Orbán Viktor heti rendszerességgel tett kiszivárogtatásait. Tesz egy ajánlatot. A veled szemben állók ettől megrökönyödnek. Azt mondják, hogy ez elviselhetetlen és elfogadhatatlan. Nem is számított rá a diktátor. Arra számított, hogy a vele szembe ülők majd leülnek vele tárgyalni, és tesznek valami kompromisszumot. A kompromisszum itt a jó teszi a kompromisszumot, mert a borzadalomnak egy kisebb változatában megállapodik, mert azt mondja, hogy legalább ne az a borzadalom jöjjön. Majd megszületik a megállapodás. Ez azt jelenti, hogy a borzadalom egy része megvalósult. Majd miután ő diktátor, maffia vezér, bűnszervezeti vezető, vagy Orbán Viktor, vagy Erdogan elnök, rövid idő múlva egyértelművé teszi, vagy bejelenti, vagy csak egyértelmű lesz a cselekedetében, nem tartja be. Amikor nem tartja be és tiltakoznak a többiek, akkor ismét tesz egy borzadályos előterjesztést, még többet vagy mást, mint amit addig követelt.
És a dolog folytatódik, nem fogom túl hosszan ezt így az esti előadásban fejtegetni, de megint lép majd egyet előre, mert még mindig nem tanult a nép, a politika, a pártok, az ellenfelek, hogy vele nem lehet megállapodni. Törökországot és Magyarországot sajnos ki kellett volna Vilniusban zárni, vagy legalábbis felfüggeszteni a tagságát, ameddig Erdogan elnök és Orbán Viktor miniszterelnöke két ország vezetője. Nincs velük miről megállapodni. És őnélkülük kellett volna, ez a leghatározottabb meggyőződésem, felvenni Svédországot a NATO tagjai közé. És mindkét ország talán ez lett volna az népeknek a kedvezőbb, a felfüggesztése addig tarton, amíg nem lesznek demokratikus átalakulási folyamatok, de nem Orbán Viktor által ígért, nem Erdogan által ígért demokratikus változások, hanem amíg ők a politikai porondról vissza nem lépnek, és valóban a demokrácia helyreállítását dolgozó vezetők vissza nem jönnek az adott országokban, amikor lehet majd egy szavazást folytatni arra, hogy a felfüggesztést megszüntetik. Diktátorokkal, bűnszervezeti vezetőkkel tárgyalni az elmúltak alapján nem lehet. Ugyanezt történt most, a hétfői napon nyomásra, azzal, hogy előterjesztették, hogy a két nap ülésén, ha nem történik változás a magyar és a svéd álláspontban, akkor annak mi lesz a retorziója? Az előbb elmondottak lettek volna. Kizárás vagy felfüggesztés. Ezt megismerték, ezután Erdogan elnök az előző estén ezt meghallgatta a svéd kormányfőtől és a NATO főparancsnokától, és azt mondta, hogy hát ha ezt meg ezt még megteszitek, kért egy-két dolgot, kapott is, szépen, akkor nem fogom akadályozni a svéd NATO csatlakozást, megváltoztatom az álláspontomat, és ahogy az akkor hétfőn este bejelentésre került, haladéktalanul, ez volt a megállapodás része, haladéktalanul a török parlament elé utalom, hogy ratifikálja Svédország csatlakozását. És miután a svéd parlament még ülésezik, nem a svéd, hanem a török parlament még ülésezik, a várható ratifikálás az ez a hét, vagy a jövő hét lett volna. Amikor túl vagyunk a csúcs találkozón, a záró beszéden, már megváltoztatta Erdogan az álláspontját, és azt mondta, hogy még azért volna egy-két kérésem, de a legfontosabb, hogy az ígéretemet úgy tartom be, hogy majd ősszel. És remélem, hogy addig, lévén például az uniós soros elnöke Svédország lesz, addig látni fogom, hogy Svédország a svéd elnökség alatt teljesít, és komoly könnyítéseket tesz Törökország uniós csatlakozása ügyében, ha nem is az akkor a Ván uniójában, erről szólt a megállapodás, és a vízummentesség, vagy a könnyített vízum kiadásának a területén. Így működik a diktatúra. Így működik Orbán Viktor. Így működik az orosz elnök. Nincs más lehetőség. Velük nem lehet megállapodni, mert ez az általuk ismert, megtanult és gyakorolt tárgyalási technika. Novák István kérdezi, hogy vajon lesz-e valamilyen parlamenti összehívásból, amit a Momentum kezdeményez. Nem tudom, hogy a Momentum kezdeményezte, vagy több parlamenti ellenzéki párt, tehát legalább 40 képviselőnek kell kezdeményeznie a parlament összehívását, és ugye nem sokkal több van a valódi ellenzéknek, mert a Mi Hazánk mozgalom nem tartozik ebbe a körbe, ők nem is támogatnák Svédország csatlakozását. Ezért itt azt kell mondanom, hogy egy közös ellenzéki összefogásban lehet parlament összehívás, ennek van esélye, van jelentős esélye, meg tudják tenni, nyilván meg kell számolni, hogy ki hol van és itthon vannak-e, de azt gondolom, ha nem is, akkor haza fognak jönni, tehát lesz parlamenti ülésnap. Hogy azok után, hogy a török elnök a záró beszédében Vénusza bejelentette, hogy valószínűleg a szeptemberi ülésszak elején fogja csak a parlament elé teljeszteni a svéd ratifikálást, most már Orbán Viktornak nem sürgős. Előtte nagyon kellemetlen a helyzetben volt, mert Erdogan nem egyeztetett vele, nem mondta meg neki, hogy vissza fog vonulni ebből az elutasító álláspontjából, és így Magyarország maradt az utolsó helyen.
Most ez kedvező változás Orbán Viktor számára, így aztán az is lehet, hogy belemegy az összehívásba, és napirendre tűzik a svéd csatlakozást, és az is lehet, hogy nem. Ezt nem tudom megválaszolni. Mind a kettő előfordulhat. Hát az összehívásnak nagyobb a valószínűsége, hogy most az ellenzék által összehívott rendkívüli ülésszakon ratifikáljuk egy Svédország csatlakozását, ebben már kevésbé hiszek, kivéve, ha olyan információt és ultimátumot kapott a NATO-ban, a NATO vezető hatalmaitól, a vezető tagországaitól, értsétek alatta az összeset. Mert rajtunk kívül mindenki vezető tagország a NATO-ban, már csak Törökország és mi nem vagyunk azon. Tehát, hogy olyan ultimátumot kapott, illetve a NATO főtitkárától, ami miatt, ha tetszik, ha nem, rendkívüli időszakon még a nyáron ratifikálnia kell a svéd csatlakozást. De azért a svéd csatlakozása sor fog kerülni, mert kétszer-háromszor Erdogan sem játszhatja ki ezt a kártyát, és egy rendkívüli NATO csúcs összehívható. Összehívható az ősszel, ha nem kerül sor a ratifikálásra. Azt mondja, hogy Mária kérdező, hogy arra lenne kíváncsi, hogy mennyit veszíthet az ország azzal, hogy nem progresszív adózás van érvényben. Gondolom a személyi jövedelemadó területén kérdezi, ez egy közgazdasági vita. Ez egy közgazdasági vita, hogy a szociálpolitikát azt egy progresszív adózás keretében kell egyébként gyakorolni, és azt jelenteni, hogy minél magasabb jövedelmezőségre tesz szert, akár személyi jövedelem tekintetében, akár vállalati jövedelem tekintetében, ott is működik a világ számos pontján a progresszív adózás. Ez azt jelenti, hogy ha nagyobb a profitot, több adót kell fizetned, a kisebb nyereségtartamat alacsonyabban adóztatják meg. Ez elméletileg a társadalomban való gondokhoz való hozzájárulást jelenteti, ez egy szociálpolitikai döntés a filozófiában, ugyanakkor az motiváltságát, a munkáért, a munkában való motiváltságot jelentősen csökkenti. Minél progresszívebb egy adó, annál inkább mondjuk üzeni azt azzal érintett személynek, hogy érdemesen még idén további tevékenységet, jövedelmet létrehozó tevékenységet, vagy gazdasági eredményt létrehozó vállalkozói tevékenységet folytatnod, ha annak már indokolatlanul, elfogadhatatlanul nagy részét elveszi az állam. Nem kell inkább a teljesítményedet elporlasztani, ez egyébként meg lemaradáshoz vezet. Én ezért azon az állásponton vagyok, hogy nem feltétlenül szükséges, és nem veszít az ország azon, hogy Magyarország nem progresszív adózást vezette. Az Orbáni rendszer nem progresszív adózást vezetett be, sem a személyi jövedelemadó területén, sem a társasági adó területén. Nem ebből vannak a veszteségeink. Ugyanis rendkívül sok egyéb adóbevétele van, és a fogyasztási területen lévő adó pedig világméretű, de egy a fogyasztási jellegű adó például az összes különadó, amit az Orbáni rendszer bevezetett. A probléma és az ország vesztesége abból van, hogy az igen magas bevétel, az európai viszonylatban is rendkívül magas adóbevételeket mire használja föl egy állam? Az állam a gazdaság versenyképességére és az emberek szabadságára, jólétére, jókedvére. Érdekes, de szeretném elmondani, hogy az optimista gondolkodásmód, a jókedv, az kifejezett gazdasági előnyben mérhető számokban mérhető eredményhez vezet. Ezek ma egyértelműen tudományos kutatásoknak az eredményei. Ha jó kedvem van, nyugodt vagyok, és nem kell félnem a holnaptól, akkor a vállalkozásokban dolgozó munkatársak munkateljesítménye jelentős összehasonlítható csoportokban jelentős mértékben nagyobb lesz. A munkakedv nagyobb lesz. A vállalkozási kedv alapítás lényegesen nagyobb lesz.
Az, hogy valaki létrehoz egy vállalkozást, ami utána munkahelyet, adóbevételt jelent az országnak, GDP növekedést jelent, azaz egyén vagy egyének egy csoportjának, társas vállalkozás esetén a közös döntése. Ha ők bizakodóak, jókedvűek, és úgy látják, hogy egyébként, ha teljesítményt hoznak létre, és abban az alakítás előtt mindig bízni szoktak, akkor abból profitálni fog a vállalkozásuk is, de személyükben ők, mert ez a vállalkozás alapításának a célja. Ezért létrehozzák a vállalkozást. Ha úgy érzik, hogy ami őket körülveszi, akár csak a magyar vásárlóerő, az folyamatosan csökkenni fog. Az azt jelenti, hogy már a piacon lévő vállalkozások számára is folyamatosan visszaesik a megrendelés állomány. Túlzott kockázattá válik egy új vállalkozás alapítása. Vagy időszerűvé válik a vállalkozás tevékenységének a megszüntetése. Ezért az emberi motiváció és hit rendkívül jelentőséggel bír az ország gazdasági teljesítményében és az emberek életszínvonalában. E területet sokkal jobban lehetne motiválni, de nem egy bűnszervezetnek. A bűnszervezet döntéseit ugyanis nem ebből a megközelítésből hozza. Azt mondja, hogy még mindig elég nagy a magyar társadalom, a magyar gazdaság mérete, a magyar nemzeti vagyon mértéke és az embereknél lévő vagyon nagysága. Ha ez vissza is esik 10%-kal, én attól még nem kell, hogy kevesebbet lopjak, raboljak és vegyek el tőlük, mert nálam van a jogalkotás kizárólagos hatalma. Ezért én jogot fogok rá alkotni, és én egészen biztosan gazdag maradok. Legfeljebb a társadalom gyorsabban szegényedik, a versenyképességünk gyorsabb vagy nagyobb hátrányba kerül, de ez rövid és középtávon a maffiát nem befolyásolja. Ez nem az ő problémája. Az angol úgy mondja, ez a your business, ez a te problémád, emberek, ez a ti problémátok. És ha ti hagyjátok, és rám szavaztok, hát akkor én élni is fogok ezzel a lehetőséggel. Zoltán kérdezi, hogy jól tudom, hogy még nyilvános a képviselők lakcíme. Hát, Zoltán, én erre nem tudok válaszolni, de nem szeretném, ha nyilvános lenne. Nem szeretném inni a programnak, az önbíráskodásnak, az képviselőkkel szembeni nyomás, a lakásaikkal, ahol a feleségeik és a gyerekeik élhetnek, az a szembeni nyomásgyakorlás, az nem szükséges, nem helyes, és nem is támogatható az én felfogásomban. A bűnözőket nem megfélemlíteni kell a lakásuk mondjuk előtti tüntetéssel, bár nem éri az Zoltán, hogy miért érdekes a lakcíma számára, ez most csak az én egyik magyarázatom, lehetséges magyarázatom ebben a körben, börtönbe kell őket zárni. Börtönbe kell zárni, és a hatalomtól legális és törvényes úton százezrek általános tüntetésével, nem egy helyi, nem a lakásai környékén való tüntetésével, hanem az ország egész területére kiterjedő, be nem fejezett, amíg meg nem buknak, addig be nem fejezett tartós, több százezer ember által folyamatosan az utcán lévő tüntetéssel kell rájuk azt a nyomást gyakorolni, vagy a hatalomra, vagy a társadalomra, hogy elveszítsék a politikai hatalmukat, és ha elveszítették, akkor pedig a bűnüldöző szervekre és a bíróságokra vár az a feladat, hogy börtönbe kerüljenek. Az Orbáni rendszer vezető személyiségei, akik ma Sopron Bánfalván egy kastélyban ülésezve beszélik meg, hogy milyen büntetteket követtek el, milyen eredmény keletkezett belőle a számukra az elmúlt időszakban, és határozzák meg a bűncselekmény sorozatnak az irányvonalát a jövőt tekintve, ott kellene őket letartóztatni. Nem az otthonukban. Annak nincs ilyen jelentősége, bár ismételten elnézést kérek Zoltántól, hogyha nem ezért kérdezte a lakcímet, de nincsen szerintem a társadalomnak szüksége arra, hogy ismerje a társadalom egyes állampolgárainak a lakcímét.
Tóth Tünde kérdezi, hogy az ukrajnai magyarok, akik sohasem fizettek nyugdíjjárulékot, meddig fizet nekik Magyarország nyugdíjat? Ezek nekem nehéz kérdések. Azért nehéz kérdések, mert matematikusként kezdtem a pályámon. A matematikának egy különleges területe, nagyon sokan, ha meghalljátok, megriadtok. Pedig, ha jó tanáraitok lettek volna, vagy akinek jó tanárai vannak, azok nem riadnak meg. Azok tudják, hogy például a matematika egyik nagyon fontos matematikusi gondolkodás, egyik legfontosabb eleme, ez úgynevezik, hogy halmazelmélet. De ezt el lehet mondani köznapi nyelven is. Tehát el tudom mondani azt, hogy van, ami ribizliszem, az is egy halmaz, és van, ami görögdínje. Nagyon fontos, hogy az emberek a döntések meghozatalakor. Teljesen mindegy, hogy otthon, a családban hoztok meg egy döntést. Vagy a családi költségvetésbe. Vagy azt, hogy elmentek-e nyaralni, vagy ha elmentek, hova mentek nyaralni. Vagy a társadalomban, amikor elmentek szavazni. Vagy a társadalomban a jövőt tekintő tervekről gondolkodtok. Vagy azon, hogy mi az, ami bosszantson, idegesítsen, mi az, amivel szemben fel kell lépni, és mi az, amivel ebben a pillanatban nem érdemes foglalkozni. Orbán Viktor kifejezett célját szolgálja. Ha azon gondolkodunk, hogy a kettős állampolgársággal rendelkező ukrán állampolgárok is, akik ukrán és magyar állampolgárok, hogy ők is kaphatnak Magyarországon nyugdíjat, amelyben egyébként az ukrajnai nyugdíjuk beleszámít, tehát a magyarországi minimum nyugdíjhoz van igazítva, mert magyar állampolgárok. Milyen sokszor hangzott el az elmúlt években, többször vetődött föl, hogy legyen állampolgári jogon járó nyugdíj. Yeah. És bár nem biztos, hogy az a leghatékonyabb megoldás, a szociálpolitikának e területen is vannak jobb megoldásai, bizonyítottan hatékonyabb megoldásai is, de akkor nem merült föl, hogy ha állampolgári jogon jár, akkor hol fizetett az az állampolgár nyugdíjjárulékot, aki állampolgári jogon, állampolgári minimum nyugdíjat, alapnyugdíjat kap, ezzel ugye kísérleteznek is több nyugat-európai országban, az Unió is foglalkozik ezzel az alapnyugdíj kérdésével. Nem ez a lényeges. Ez Orbán Viktornak kifejezetten kedvező, ha valaki arról szeretne vele tárgyalni, nem fog eredményt elérni, de arról szeretne vele tárgyalni, hogy ez igazságtalan a Magyarországon adót és nyugdíjat fizető magyar állampolgárokkal szemben, és ez igazságtalan, hogy pénzt erre költünk. Marginálisan kevés pénzt költünk erre. És nem ez a lényege. Az a lényege, hogy ma nem a magyar társadalom tulajdona, a magyar nemzet egyik legnagyobb vagyontárgy halmaza, nemzeti vagyontárgya az autópályáink. Hanem koncesszió van adva, ami azt jelenti, hogy a koncessziós időszak alatt a rendelkezési jog egy magántársaság, egy tőke alap tulajdonában van. Az, hogy nem a magyar társadalom tulajdona az egyetemeinknek az épületei, és az egyetemeinknek az egész üzemeltetése és működtetése, hanem egy Orbáni maffia szervezet által kialakított és létrehozott a magánalapítvány, mert az alapítvány magánalapítvány lesz. Akkor is, ha elméletileg állami alapítású alapítvány, de különösen akkor, ha arra egy külön szabályt hozott az Orbáni rendszer, és az állam egyszemélyes alapítványainak az alapítói jogait átadta a kuratóriumnak, amely azonban már csak magánszemélyekből áll. Ezért ez a valóságban, akárhonnan is teszik, ezt úgy szólnálkozik a pénzügyi szektorban, hogy tudom-e, hogy a pénz, amit ott fekete pénzszerűség, ami mozog a bankrendszerben, annak az ottani vállalkozások, akik bankszámlát nyitottak, stb., ki a végső tulajdonos. Az egyetemeinket birtokló a magánalapít vagy alapítványokat nevezhetik állami alapítványnak, de mert az alapítói állami jogokat átadta a kuratóriumnak, ahol magánszemélyek vannak, a végső formája a jogi értelemben magánalapítvány. És ez csak egy sor, hogy ide kerülnek be szinte minden vagyontárgyunk.
minden vagyontárgyaink, vagy minden jövedelmet indikáló terület ide kerül. A magyar állam közpénzből államosította a szerencsejátékot, közpénzből államosított bankokat. Azt mondta, hogy ez nagyon fontos, hogy az állam felügyel alatt működjön, mert veszélyes az állampolgárokra, ha ez nem így van. Majd amikor a tranzakciót végrehajtotta, föltőkésítette, rengeteg pénzt és jogosítványt beletett, akkor átadta magánszemélyeknek. A NER-hez tartozó magánszemélyeknek. A fél Balatonunk már nincs a magyar társadalom tulajdonába. A Balaton partjainkat folyamatosan elveszi a NER rendszere tőlünk. Ezek a sárga dinnyék, őszi barackok, görög dinnyék. A görög dinnyével kell foglalkoznunk, és utána lehet finomítani a szabályokon. Megnézni, hogy mi az a méltányosság, amivel magyar társadalom esetleg segítheti az alacsonyabb, a jóval alacsonyabban élő külhoni magyar állampolgárokat. Mert lehet ilyen pozitív diszkriminációt alkalmazni. De ezt nem Orbán Viktorral kell megbeszélni. A görög dinnye Orbán Viktor hatalma, amitől meg kell szabadulni. Ezzel kell ma Magyarországon foglalkozni. Hát, ebben a kérdésben ezt tudtam elmondani. Peti kérdezi, hogy a BTK félelemben tart, félelmet kelt, közveszéllyel fenyeget plakátokon a mi pénzünkből, ez nem jogellenes sem. Nem ugyanaz a kérdés, mint az előzőben elhangzott, akkor sem van nagyon hasonló a válasz. De igen, a leghatározottabb szakértői véleményem az, hogy az Orbáni rendszer, a NER rendszere nap mint nap nem egy területen, hanem számtalan területen, félelemben tartja, félelmet kelt, uszít, ha úgy tetszik, a társadalomban, fenyeget. Hát 3000 milliárdnyi, úgy kezdte 2010-ben, hogy 3000 milliárdnyi magánnyugdíj pénztári pénzre tett szert azzal, hogy megfenyegette az nyugdíjra megtakarító társadalmat, hogy nem fognak megkapni az évtizedeken át fizetett állami nyugdíjat, tehát nyugdíjrendszer, nyugdíjaikat, ha nem adják át az államnak a magánnyugdíj pénztárakban lévő pénzeiket. Amit a jog nem engedett meg, semmilyen körülmények között. Csak egy Orbán által kinevezett többségű alkotmánybíróság tehette meg azt a gazt a magyar társadalommal szemben, hogy Orbán Viktornak azon ígéretére, hogy majd lesznek egyéni számlák, és oda ez visszajelzésre kerül, azt mondta, hogy ez lehetséges. Nem lehetséges. Nem lehet elvenni a magánemberek vagyonát, csak azonnali, és itt van a szó, azonnali és teljes körű kártalanítással. Ez azt jelenteni, hogy ha magánosítottam a magánnyugdíjpénztárban lévő megtakarításaikat, akkor azt azonnal és teljes körűen az egyéni nyugdíjszámláikra kellett volna helyezniük. Ilyen alkotmánybírósági döntést középszerű bírók sem hoznának meg, ha nem lennének elkötelezettjei az Orbáni rendszernek. De nem csak elkötelezettjei, hanem abból is láthatóan gazságai, hogy miután több mint 10 év eltelt, és most már teljesen nyilvánvaló, hogy az Orbáni rendszer nem hozta létre az egyéni nyugdíjszámláikat, nem vették elő a saját korábbi döntésüket. És nem semmisítették meg a korábbi rendeletet, és nem utasították mondjuk a magyar államot arra, hogy az akkor elvett magánnyugdíj pénztári megtakarításokat mindenki számára kamatostul fizessek vissza, azonnal. Adja oda, mert azok külön vagyont képeznek, azok az állampolgárok külön vagyonába tartoznak. Meg kellene tennie. Megtehette volna tegnap is, és megtehetné holnap is, de nem teszi meg. Ezért én nem mentek föl egyetlen egy alkotmánybírót sem, aki hajlandó a tevékenységével kiszolgálni egy bűnszervezetet. Márpedig csak ez az egyetlen egy példa is mutatja, hogy a tevékenységük a bűnpártolása, a magyar állampolgárok érdekeinek háttérbeszorítása,
a lekötelezettségük, a függetlenségük teljes mértékű feladása. Ugyanis egyikőjükről sem feltételezem, hogy az általam elmondott és szerintem kétségmentes tényállításokat, ez a leghatározottabb szakértői véleményem, hogy ne értenék és ne tudnák, hogy úgy van, hogy igazam van. Úgyhogy ebben az esetben is az a példa, hogy de, ezeket a BTK mind bünteti. Azért kellene, főleg az ellenzéki politikai pártoknak, de nem csak nekik, magánszemélyek is megtehetnék, folyamatosan feljelentéssel élni, mert ugyan ezt szinte egészen biztosan a magyarországi ügyészség elutasítaná. A ma már az adott témákban befolyásolt magyar bírósági rendszer is feltehetően elutasítaná. De egy rendszerváltás, egy a demokrácia helyreállítása idején lehetőség volna bizonyítani, hogy ebben az időszakban szünetelt a jogállamiság Magyarországon, ezért ezek a bűnök nem évülnek el. Az elévülésük, ha úgy tetszik, megszakad. És abban az esetben egy demokratikus fordulás után nagyon rövid időn belül börtönbe kerülhetne az Orbáni rendszer szinte teljes vezérkara. Én egyébként merném mondani, hogy a teljes vezérkara, a büntetés tételek esetleg eltérhetnének egymástól, és az is lehet, hogy némelyikük esetében a börtön helyett egy elmegyógyintézet volna a bírói döntésnek az eredménye, de hogy kikerülnének a magyar hatalomból, megszűnne az ártó lehetőségük a magyar társadalommal szemben, ebben biztos vagyok. Igaza van tehát Petinek, az állítása, ezek bűncselekmények. Katalin kérdezi, hogy mit tud az Amerikában magyar tulajdonban lévő olajkutakról, hogy én mit tudok. Hát nagyjából semmit. De ha van ilyen, bár lenne, de ha NER tulajdonában van, még annak is örülnék, mert egy demokratikus fordulat esetén szerintem az amerikai állammal lévő bűnmegelőzési egyességek alapján azok nagyon gyorsan visszakerülhetnének a magyar társadalom tulajdonába. De Holoda Attila rendszeres előadó, rendszeres posztjai vannak, és sokszor lehet tőle kérdezni is. Ebben a körben Katalin egészen biztosan nálam pontosabb és kielégítőbb választ tud adni. Hát ahol ennél nagyobb történések biztosan vannak már folyamatban, az inkább egyébként Azerbajdzsán, akivel vezetéket építünk ki, elektromos hálózati vezetéket is kiépítünk, gázvezetéket is építünk ki, hogy az ottani energiarendszerben beszállunk közpénzből, és mind mögött a magyar állam és a magyar a NER korrupciója áll, erről is ez a leghatározottabb szakmai véleményem. Hát hiszen egy korrupt állam korrupt vezetőjével semmilyen problémát nem jelent Orbán Viktornak megállapodni. Hát ha csak gondoltuk egy pillanatra a kiadott azerbajdzsáni úgynevezett baltás gyilkos esetére, amelyet azonnal a magyar állam átadott Azerbajdzsánnak azzal, hogy majd ott tölti a börtönbüntetését, ehelyett otthonban hősként kitültették, és egyetlen percet sem töltött börtönbe. István kérdezi, hogy az elsibolt 3000 milliárd forintot mi módon lehet visszadni az embereknek, akiktől elvették. Gondolom talán a kérdés az én előbbi összegzésem előtt hangzott el, csak most jutottam én el hozzá, elmondtam, és ennek nem biztos, hogy örül az Orbáni rendszer leváltására összefogó, mondjuk ellenzéki politikai hatalom. Látom, hogy a kép egyébként rendszeresen szétesik, de hát ez csak azt mutatja, hogy az én fejem különböző módon vibrál, elnézéseteket kérem érte. De már 2022-ben is felhívtam a 22-es választás előtt, amikor volt némi esélye annak, hogy a magyarországi ellenzék leváltja az Orbáni rezsimet és az Orbáni hatalmat, annak minden média fölénye ellenére. Akkor is elmondtam az ellenzéki politikai erőnek, hogy tegyék a programjaik részévé, mert kötelező számukra,
hogyha egy következő választáson legyen az 2026, az Orbáni rendszert leváltják, akkor ugyan egy diktatúrát buktatnak meg, és rendszerváltásra kerül sor Magyarországon, de a jogfolytonosság tekintetében, az állam tekintetében jogutódok lesznek. A jogutódokat ugyanis viszont köti a jogelődjük által elkövetett összes valódi meg politikai bűn reparálása is. Ezért egy rendszerváltás, egy politikai rendszerváltás után a demokratikus állam kötelessége lesz, nagyon rövid időn belül, és nem is megoldhatatlan kötelessége lesz, az érintetteknek, vagy akkorra nagy valószínűséggel igen széles körben az érintettek örököseinek kamatostul visszafizetni ezt a 3000 milliárd forintot. De kötelezettsége lesz a deviza károsulti körben is sok száz milliárd forintnyi kár megtérítésére, amely felelősség az állami rendszerre vezethető vissza, a jegybank tevékenységére vezethető vissza, hiszen a deviza károsulti körben némi osztozkodás a bank és a bankrendszer, a pénzügyi rendszer és a károsultak között megtörtént, de a legnagyobb felelősség az állami felelősségnek a vizsgálata sem történt meg. Pedig egy ellenőrzött pénzügyi piacon, ahol ekkora kár érte a magyar a befektetőket, a magyar társadalom befektetőit, állampolgárait, ott az állami felelősséget vizsgálni kell, és arányosan az államnak kárfelelősséget kell fizetnie, amely nem csak azt az összeget jelenti, amelyet addig ami a deviza károsultakra hárult, hanem azok a károkozások is, ami mellett deviza károsultak például elveszítették az otthonaikat. És azok igen kevés pénzért a bűnszervezethez szorosan kapcsolódó bírósági végrehajtói kamara áldott közreműködésével ma jelentős számban a NER tulajdonában vannak. Ezekért ugyan kártérítést kell majd fizetni egy demokratikus váltásnak, ugyanez igaz egyébként a brókert károsulti kör elveszített pénzeire, befektetéseire is. Úgyhogy van remény, és nem csak remény van, hanem meg is kell, hogy történjen azután, ha az Orbáni rendszertől, a poshat görögdínyétől, mert az igazi finom görögdínje, a jólét, az a nyári óriási melegben fantasztikus, de az a poshat görögdínje, ami nagyságát tekintve utal Orbán Viktorra, az a poshat görögdínje, az, hogy is hívják, attól meg kell szabadulni, attól meg kell szakadulni. Mutatja a rendszerem, hogy sikeres az állami részvétel az adás közvetítésében, és időszakosan akadozik az adás. Hát azt javaslom majd a számotokra, hogyha ez túl nagy, én ilyenkor azt nem látom, hogy ezek milyen zavaró hatásúak, akkor néhány órával az adás követően a mai bejelentkezés fent lesz a YouTube-on, a Palotás János YouTube csatornán, és ott is meg tudjátok nézni egybefüggően, abba ugyanis nem tud beavatkozni, abba nem tud beavatkozni a rendszer. Ebben a pillanatban nem látok kérdést, remélem, hogy nem technikai hiba miatt, nem látok az oldalamon továbbított kérdést, ezért áttérnék a 7.1.1 fontos eseményének rövid összegzésére, hogy azért arra visszautaljak azoknak, akinek nincs módja nap mint nap követni az adásaimat, de rendszeresen itt vannak a csütörtök esténként. A mai délelőttön tartottam egy rendkívüli bejelentkezést, amelynek azt a címet adtam bátran felvállalva, hogy kétnapos magfia találkozó van Sopron-Bánfalván. A valós, a háttértartalom, a maffia találkozó, a maffia vezérkari találkozója, az azt jelenti, hogy kormányülést tartott Orbán Viktor a kormánytagjainak és a kormányt speciálisan támogató, a NER bűnszervezetének befolyásos személyiségei által. Ők vannak ott. Elmondtam reggel, és ezt komolyan gondolom, hogy egy normális, demokratikus országban, ha tudjuk, hogy az ország legnagyobb bűnszer kiszivárog, mert nem tették nyilvánossá,
A kiszivárok, hogy az ország legnagyobb bűnszervezetének teljes vezérkara valahol az ország területén egy jól behatárolható és jól körülvehető épületben, jelen esetben Sopról Bánfalván a volt Kolostorban tartózkodik, akkor azt az ország bűnüldöző szerveinek összefogásával a rendőrség körbeveszi, és az egész vezérkart letartóztatja, előzetes letartóztatásba teszi, utána már a bíróságoké a várhatóságon, és a bíróságoké a feladat. De mi van akkor, ha a rendőrséget irányító állam maga a bűnszervezet? Akkor ugyan a rendőrség kivonul, most is kivonul, körbeveszi a kolostort, csak nem a kolostor ajtajával és a kolostor falaival szemben áll föl, hogy ne lehessen onnan a bűnszervezet tagjainak elszabadulni, hanem háttal áll a kolostornak, és azt védi, hogy nehogy valakik megzavarják a bűnszervezetnek a működését. Hosszabb levezetés van a délelőtt egyébként 15 perces, nem túl hosszú bejelentkezésemben. Jogilag egy részletesebb magyarat adtam, de egy valamit nagyon fontosnak tartottam. Ez a záró gondolat. Ilyen helyzetben nekünk elkeseredetten azt kell mondani, hogy belenyugszunk, nincs mit tenni, ilyen a kormányunk, és ilyen a rendőrségünk, vagy pedig van más lehetőségünk. És határozottan állítom, hogy van. És erre utal az általam készített háttérkép, amely egyébként a Fidesz rendszerrel szemben tüntető magyar társadalom egy korábbi tüntetéséből lett kialakítva. A magyar társadalomnak ilyenkor át kellene venni a rendőrség szerepét. Szomorú vagyok, hogy nem teszi, most sem teszi, pedig most is tehetné. Ezen alkalommal is tehetné. Ha ezt a kolostort a magyar társadalom tagjának több százezres kömege körülvenné, és követelné az új kormány távozását és a bent tartózkodóknak a lemondását, akkor a rendőrség nem fordulna a tüntetőkkel szemben, és a kormányt eltávolíthatná a magyar társadalom. Hogy miért nem tesszük, hogy miért igaz az, hogy a döntő többsége a magyar társadalomnak, az a baj, hogy nem egy kis többsége, hanem az Orbáni rendszer leváltását vágyó, abban reménykedő társadalom döntő többsége otthon ül a fotelben. Nem áll föl. Lehet, hogy ez egy csúnya szó tőlem. Lehet, hogy néhányan emiatt meg is haragszanak rám. De ez az igazság. Az a célja ezeknek az előadásaimnak, hogy akik így vannak és így követik az oldalaimat, az első lépést tehát megtették, hogy követik ezt az oldalt, hogy fölvegyék egy szemüveget, hogy van mit tenni. De az nem a fotelben van. Ahhoz fel kell állni. Nem azt kell mondani, hogy mit tegyen az ellenzék, mit tegyenek a szakszervezetek, arra őket ugyanúgy rá kell szorítani, hanem nekik is fel kell állni, hogy egy egész társadalom benne a pártokkal, a szakszervezetekkel, a civil mozgalmakkal, de az emberekkel együtt kell, hogy kivonuljon az utcára, körbevegye azt a kolostort, ma ténylegesen is megtehette volna, de lesz még ilyen kormányülés. Körbe lehet venni, a parlamentet is körbe lehet venni egy félmilliós tömeggel. A karmelita kolostort, ahol időnként van kormányülés, azt nagyon könnyű körbevenni. Egy százezres, több százezres kömeggel. Körbe lehet tenni, és el kell távolítani ezt a hatalmat, az Orbáni rendszert, Orbán Viktort és az egész rendszerét a magyar közéletből és a magyar politika hatalomból. Mert lehetne mit tenni. Nem igaz az az állítás, hogy nincs mit tenni. Aki mondja, hogy nincs mit tenni, döntő többségükben otthon ül. Közülük nyilván vannak olyan beteg emberek, érdekes módon ilyen előadásaim kapcsán mindig ők írnak nekem, hogy ők bizony vonulnának, fölállnál, stb. Te betegek, mozgáskorlátozottak, stb. Nem róluk van szó. Azokról, akik fölállhatnának, és azokról, akik egyébként vágynak arra, hogy az Orbáni rendszer megbukjon. Tényszerű kutatási eredmények bizonyítják, hogy Magyarországon a magyar társadalom többsége az Orbáni hatalom leváltását szeretné. Arra vágyik.
egyértelmű és jelentős többsége. Ne tessék bedőlni azoknak az adatoknak, amikor Orbán Viktor nyilatkozik a köztelevízióban, a közrádióban, vagy akár, hogy kétharmada, a magyar társadalom kétharmadát képviseli. Nem. Kétharmados mandátumuk van a parlamentben. De a választáson 54%-os többséget kaptak, az sem kétharmadat. De a választáson részt nem vevők esetében, az összes választásra jogosultak körében végzik a közvéleménykutatást, ott már csak 30-35%-os támogatottságuk van, és még ebben a 35%-os támogatottságban is jelentős az az arány, aki tudja, szembesült már vele, hogy az Orbáni rendszer egy bűnszervezet és korrupt, és becsapja és kilapulja a magyar társadalmat, csak még nagyon irtózik az ellenzéki oldaltól, nagyon befogadta az ellenzékkel szembeni Orbáni úszítást, ami bűncselekmény. Ja, a hatalomban való kizárólagos törekvés a magyar alaptörvény szerint bűncselekmény, sérti Magyarország alaptörvényét, ami a magyar jogrendnek az alapja, csak hogy értsünk benne. Jelentős kisebbségben van a magyar társadalomban. És senki nem mondja azt, hogy egy tüntetésen csak annak kell, vagy az vehet részt, aki előtte részt vett az országgyűlési szavazáson is. A többségnek kellene kivonulni. Nem lenne képes az Orbáni rendszer a többséggel szemben, avval arányos nagyságrendű ellentüntetést tartani. Nem lenne, mert a magyar társadalom többsége felismerte egyébként az Orbáni rendszer gazságát, és annak a leváltását szeretné. De nem teszi. Hogy mikor teszi, miért nem? A miért nem teszi, arra nem tudok válaszolni. Hogy mikor teszi, abban pedig reménykedek, hogy be fog következni. A történelem azt tanítja, azt látja, azt mutatja, azt igazolja, hogy beszokott következni. Remélem, hogy nem túl sokára. Pálinkás Csaba kérdezi, hogy mi a véleményem arról, hogy a devizakárosultak, az a személy család, személy család, aki kifizette ugyan a devizában felvett kölcsönét, de az ingatlanját nyomott áron volt kénytelen eladni. Hát ugye a jog az a terület, amivel a mindennapokban, főleg az emberi jogok területe, az igazságnak, az emberi jogokhoz kötődnek a tulajdonhoz való jog. Tehát, hogy az is az emberi méltóságnak egy nagyon fontos eleme. Amikor először elfogadták az emberi jogok egyezményét, amely egy része a magyar jogrendszernek is, és az unióban kötelező valamennyi uniós tagállam részét tenni, az elején az emberi jogokat csak a szabadságjogokban értelmezték az egyezmény megalkotásakor. Elsősorban azzal foglalkoztak az első paragrafusok, hogy milyen jogai vannak aznak, akit letartóztatnak, a védekezés joga, a bírósághoz való, a vád megérthetőségének a joga, mi az, amikor már börtönben vannak, de ott is milyen az emberi méltóságnak, milyen szintjéhez vannak joga. Ezzel foglalkozott az egyezmény. De már az első kiegészítő egyezmény sok évtizeddel ezelőtt, az első évek tapasztalatai alapján a tulajdonhoz való emberi jogot bevonta az emberi jogok egyezményének a körébe, mert az emberi szabadsághoz, az emberi méltósághoz, ez benne van az akkori előterjesztés magyarázatában, hozzátartozik, hogy a tulajdonom fölött rendelkezhessek, ami tulajdont létrehoztam, az biztosítsa az én méltó életemet, az, amiért dolgoztam, megdolgoztam, az ahhoz való méltó életnek a jogát. Ezért, ha bárki, bármilyen módon, jogsérelemmel arra elvette a tulajdonomat, vagy olyan nyomás gyakorolt rám, hogy a tulajdonomtól nekem kellett megszabadulni, mert még mindig kisebb volt a veszteségem, és ezzel kifizettem a deviza adósságomat, az, hogy az jogsérelmet, ha ez egy nyomás gyakorlás, ez egy kötelem volt, és be lehet bizonyítani, hogy erre az kényszerített rá, hogy például a magyar állam nem vállalta
máj napig nem vizsgálta és nem vállalta a közreműködése miatti károkozásban való kárenyhítési kötelezettségét, igen jelentős kárenyhítési kötelezettségét, és ha majd igazolható lesz, hogy ha teljesítette volna, nem kellett volna eladnom a lakásomat, hogy ki tudjam fizetni én, mert még mindig jobban jártam, ha én adtam el nyomott áron, hogy ki tudjam fizetni a devizaadósságomat, akkor én azt gondolom, hogy ő devizakárosult. De azért a devizakárosultak körében van egy valami, ami fontos, és nagyon sokan megtévesztik a devizakárosultakat. Hogy ugyan egy társadalomnak joga és esetleg lehetősége is van a pozitív diszkriminációban a kárhenyítés kapcsán egyszerűsítési szabályokat hozni. De ha nem hoz ilyet a társadalom, akkor a devizakárosultakat nem lehet egy csomagként tekinteni. Erre minden alkalommal, amikor az Európai Unió Bírósága irányelveket ad arra, hogy az egyes bíróságok, az egyes nemzeti bíróságok, az egyes devizakárosulti ügyekben milyen szempontok alatt kell, hogy döntsenek ahhoz, hogy ne sérüljön az Európai Unió joga és az emberi joga, ami alapvetően az emberi jogok egyezményére vezethető vissza, akkor mindig arra ad irányelveket, és mindig kimondja, hogy a devizaügyetek egyenként kell megvizsgálni a bíróságnak. Tehát ha a bíróság vizsgálja, akkor egyenként kell, csak irányelveket ad meg, amely vezet egyfajta döntési sorhoz. És nem összevontam. Tehát mikor arra hivatkoznak szakértők, új szakújságírók, hogy na már megint döntött valamit, jó hír a devizakárosultaknak, döntött valamit az Európai Unió Bírósága, akkor azért részben hiú reményeket terjesztenek, mert mint arra utalnak, hogy ez a bírósági döntés, amely egyébként precedens értékű, tehát egyéb benyújtott keresetek esetén, bár ennek megfelelő, ettől eltérő döntést a Európai Unió Bírósága nagyon kis kivétellel nem hozhat a részével, de nem automatikus. Az Európai Unió Bíróságához is oda kell fordulni, ha odafordul valaki, és annak lejárja az útját, vagy a nemzeti bíróságokhoz is oda kell fordulni. Ezek nem automatikusak, hanem az állam hozhat olyan pozitív döntést, amelyben azt mondja, hogy a perek milliós nagyságrendű száma az ellehetetleníteni a bíróságot, ezért felajánl egy méltányos kártérítést, hogy mondjuk mindenki esetében a deviza átértékelődéséből, elsősorban ugye a svájci frank és egyéb devizák, vagy a forint leértékeléséből adódó devizakároknak mondjuk a 40-50%-át, az itt elszenvedett árfolyam veszteségek 40-50%-át mindenkinek felajánlja per nélkül. De fönntartja, hogy aki úgy gondolja, az ő esetében ez nem igazságos, az perhez fordulhat. Ilyen szabály hozható. Na nem olyat, amit egyébként a bankok meg egyébek esetében hozott a deviza hitelek körében, például hozott a magyar állam, ami egyfajta kötelezettséggel azt mondta, hogy már pedig forintosítom egy általam diktált árfolyamon a te deviza hiteledet, erről kimondta az Európai Unió Bírósága, hogy ilyen joga nincsen. Ilyen szabályt hozhat azzal, hogy fönntartja, hogy ha akarod, elfogadod, ha akarod, nem. Csak ebben a módszerben hozható a ki ilyen típusú döntések. Úgyhogy ez egy elég bonyolult kör, de azt hiszem, hogy reményeim szerint Csabának elég kielégítően válaszoltam. A kérdés mögött általam látható joghelyzetből azért azt mondom, hogy szinte egészen biztos vagyok benne, hogy egy rendszerváltás idején igen, ezt a kört is devizakárosultnak kell tekinteni. Nyilván a nyomott árat, a nyomott árból való veszteségét, azt is igazolni kell, de azt lehet. Mindig minden időszakban, minden ingatlannak, szakértői körökben van úgynevezett likvidára. Ez a likvidálás jelenti azt, hogy azonnal eladom, kérdésben nyomottárként szerepel, mert eladási kényszerem van, és ebben az állami közreműködés szinte biztosan szerepet játszott. Igazolnia kell, hogyha mondjuk az állam egy 40-50%-os kárenyhítést végrehajtott volna, akkor már lett volna fizetőképessége ennélkül is az ingatlan eladásától, de hát ezekből azért együttesen az jön ki, szinte nagyon nagy valószínűséggel, hogy a végén igen, devizakárosult lesz ez a kör is. Ugye
Gyakorlatilag azt hiszem befejeztem a mondandómat a ma délelőtti bejátszásban, csak nem váltottam képernyőt, de ennek mondom egy rendkívül fontos eleme, hogy lépnie kellene a magyar társadalomnak. Volt a tegnapi napon egy 3 perces bejátszásom. Elindítottam egy sorozatot, mert nagyon sokan jelezték felém, marketing szakemberek is, de úgy tetszik akkor a követőim között is, hogy azért nagyon nehéz hetente 90 percet eltölteni, és ha a hétközi bejátszásaim, a rendkívüli események is 15-30 perceket vesznek igénybe, nem egy tömörebb, zanzásított, összegző részeket mondok el, akkor bizony már ellehetetlenül az oldalnak, a követése pedig nagyon nagy kíváncsiak lennének a véleményemre. Valamikor a 90-es években szereztem egy tapasztalatot, amikor ugyanis a közmédia még közmédia volt, még egyébként a rendszerváltás előttre is igaz ez, tehát már a 80-as évek végén is, a magyar akkor egy közszolgálati televízió híradójának voltak szabályai. Az egyik szabálya az volt, hogy a híradóban, hogy elférjen a nap rengeteg fontos eseménye, egy esemény nem vehet többet igénybe, mint 2-3 percet. Hát egyszerűen nem fér bele, de inkább 2. Ugyanakkor az is előírás volt, és egyébként általán a demokratikus jogban ez egy általános elvárás az újságírói etikában, hogy az érintett feleket és az ellenérdekelt feleket is meg kell kérdezni. Ugyanakkor nem máskor, ott, a híradóban. Tehát el kell mondani a problémát, amit valakinek kárt okozott, vagy problémája volt, vagy eredménye volt, és az azt kritizáló, az ő kritikájának is el kellett hangozni, és mondjuk az államnak a véleményének is el kellett hangozni, hogy miért így szólnak a szabályai, és ha az állami adórendszer kapcsán volt valami, akkor az ellenzéki oldal minden szereplőjének, parlamenti, tehát egy küszöböt átlépő szereplőjének helyt kellett adni ahhoz, hogy elmondja a véleményét. Hosszan mondtam. A lényeges része ennek az volt, hogy akkor meg kellett tanulni, hogy általában a hozzám mosolyjal és jókedvűen, napi gyakorlisággal, esetleg naponta többször, akkoriban kijövő média, tehát hét, az híradó, stb. Úgy kezdték az adás előtt, hogy azt mondták, hogy Palotás úr, 40 másodperce van, vagy 35 másodperce van, vagy max. 1 percet tudjuk fölvenni. Tehát fölveszünk többet, de nekünk akkor azt meg kell vágni maximum 1 percre. Ha nem akarja, hogy megvágjuk, akkor 1 perc. Ezért szereztem egyfajta gyakorlatot, csak azóta kijöttem belőle, hogy hogyan kell valamilyen témát, gondolatot nagyon zanzásítva, amikor nem tudományos előadást tart az ember, de elmondja a tényeket és a legfontosabb érveket mellette röviden elmondani. Ezért elindítottam egy ilyen 3 perces sorozatot. Amikor 3 percben beszélek valamiről. Egyelőre nem olyan a fogadtatása, mint amire gondoltam. Sokan megnézitek, de nem olyan sokan, mint amikor 15 percet beszélek. Nem olyan sokat, mint amikor 30-at. Tehát én arra gondoltam, hogy a 3 percet, azt mindannyian meg fogjátok mindig nézni. Aztán, ha a 15-ös perces adásokra rendkívül van időtök, akkor azt is, de a 3 percet mindig és mindenki megnézi. Nem, kevesebben nézitek egyelőre. Pedig fontosnak tartom. Ezek ilyen támasztékok. Ezek olyan kézzelfogható támasztékok, amelyre például az Orbáni rendszer valamelyik hívére, nem lekötelezettjéve, nem a NER kedvezményezettjével, hanem valamelyik egyébként megtévesztett, a közmédia által például megtévesztett személyével beszélgettek, akkor ezek az érvek fontosak és jók. Tegnap előtt aztán azra hívtam fel a figyelmet, és azt próbáltam röviden összefoglalni, hogy az Orbáni rendszerben az egészségügy területén hozott legutóbbi intézkedések, amelyek például korlátozták, hogy a házi orvosok vérvizsgálatukban hány paramétert adhatnak meg a labor számára. Hogy arra kíváncsiak, ha ennél több, akkor igazoló jelentést kell, meg egyedi engedélyt kell beszerezniük, stb.
Azzal, hogy államosította, ezt egy másik adásban külön kiemeltem, hogy gyakorlatilag megvonta, megtiltotta a szerződést az állami kórházakat, ha úgy teszek, a társadalom biztosítás által finanszírozott CT és MR, az azt jelenti, hogy képformázó, tehát a képi diagnosztikának a lehetőségétől, amelyben az orvostudomány ma a lehető legmagasabb szinten a legnagyobb valószínűséggel tudja megállapítani, hogy kinek mi a betegsége, van-e betegség, esetleg egészséges, ha van, vagy kezdődő betegsége van, az mi, és azt hogyan lehet a legjobban gyógyítani, leghatékonyabban. Ezeket a képalkotó rendszerekben olyan mesterséges hiányt hozott létre, amely már az állami kórházában eddig is az állami egészségügyi rendszerben több hónapos várakozási időt nagy valószínűséggel fél évre, évre vagy évnél is hosszabb időre fogja kihúzni. De a másik területben, ahol valami hihetetlen dolgot haladt előre az orvostudomány, az az, hogy mit tudnak egy sejtből, és különösen mit tudnak egy vérplazmából, vérsejtből, a vérből megállapítani. Nem hiszitek el, hogy milyen hihetetlen széles körben azonosították be, hogy egy-egy reagens, egy-egy jellemzője a vérnek, az összetevőjének, az milyen mértékben mutat rá arra, hogy van-e betegségem, van-e gyulladásom. Ha gyulladásos betegség, gyulladás van a szervezetemben, valószínűleg hol van. Mi az, aminek még lehet, hogy mondjuk a rákbetegségnek még nincsenek, a képalkotó rendszer kapcsán sincsenek a metszetekben látható nagyságrendű elváltozásai, de már olyan tumor, olyan nem tumorok, hanem olyan, a kifejezés nem jön a számra, de a számra fog jönni, olyan markerek jelennek meg a vérben, amelyek nagyobb valószínűséggel mutatnak arra, hogy elindult egy daganatos folyamat. Még az is, hogy milyen területen indult el, hogy a májban, az agyban, vagy a szervezetben, vagy a tüdőben, vagy más részen. Ezért annál olcsóbb és hatékonyabb vizsgálati lehetőség, mint a vérből adott teljes mértékű vérképek. Csak gondoljatok vissza a különböző ilyen egészségügyi amerikai vagy nem amerikai tévésorozatokra, ahol minden alkalom azt halljátok, hogy miközben a mentőből tolják be a beteget kísérő orvos már adja az utasítást a mellette lévő ápolóknak, hogy teljes vérkép. Még egy csomó más is ad, de ez a legfontosabb, ez mindig mindenhol elhangzik, hogy teljes vérképet kívánunk. Mert ez az, ami a legnagyobb esélyt adja, hogy a betegségeinket feltárják, hogy meggyógyítsanak, hogy életben maradjunk, hogy ne legyünk idő előtti halálozásnak áldozatai. Ezeken a területeken, hogy pénzt tudjon ez a gaz kormányzat kell kivonni az egészségügyből. A 2024-es költségvetésben is nem az egészségügyi finanszírozásnak a felerősítését, hanem finanszírozási forrás kivonást tartalmaz a 2024-es költségvetés. De még amikor azt látjuk, hogy a költségvetés mekkora forrásokat biztosít az egészségügy vagy az oktatás területén, azt is tudni kell, hogy az ottani forrásoknak legalább 50%-át, a hatékonyság 50%-a alacsonyabb, mint bármelyik nyugat-európai országban, mert a központosított rendszerben azt ellopják. Tehát drágábban és felesleges gépeket vásárolunk. Gondoljatok csak, amint egy 20 ezer lélegeztető gépre, miközben személyzet és szoba, tehát intenzív szoba, ahol a lélegeztető gépet be lehetett volna állítani, csak 2000-re volt. De 20 ezeret vásároltunk meg, és 3-5-ször drágábban, mint ugyanakkor Németország, vagy más nyugat-európai ország. Tehát, hogy még csak azt sem mutatja, hogy a GDP milyen arányát fordítja oktatásra, vagy egészségügyre a magyar kormány, mert kifosztja. Mert azt is központosította, és a NER rendszerén belül felesleges dolgokat túlárazottan vásárol meg, tehát az a pénz a valóságban még sokkal jobban és kevesebb. És az elmúlt statisztikák mutatták, és erről szólt ez az utóbbi bejelentkezésem, hogy a napokban jöttek ki az adatok a magyar népesség szám csökkenéséről.
Az adásban egész pontos számokat mondok, most nagyságrendeket szeretnék nektek előadni. Nem vitatott, igazából nem vitatott a magyar orvos szakértői körökben, hogy ma Magyarországon a Magyarország földrajzi elhelyezkedése és fejlettségi szintje meghatározza azt a szintet, amire elvben képes lehetne a magyar egészségügy. Ha az adott ország méretet fejlettségi szintjének megfelelően átlagos hatékonysága lenne felhasználva. De mert nem így van, mint ahogy az előbb kifejtettem, hanem ezen források döntő részét is ellopja a NER rendszere, ezért Magyarországon évente több mint 40 ezer olyan ember hal meg, akinek nem kellene meghalnia. Tehát akinek az ország fejlettségi szintje és földrajzi elhelyezése kapcsán ma is közöttünk kellene lennie. Ez évi 40 ezer többlet halálesetet jelent. Magyarországon a születés az elmúlt évben például a születés és a halálozási számok között emlékeim szerint 47 ezer a különbség. Tehát ha 40 ezeren életben maradtak volna, már csak 7 ezer lenne a különbség. A 47 ezerből vezették le a szakemberek teljesen korrekt számításban, hogy 2050-re, ha a tendencia nem változik, márpedig ha az Orbáni rendszer marad, 7,5 millióan fogunk maradni. Ha 7,5 millióan fog szegényedni a magyar állampolgárok száma, 7,5 millió körül fog alakulni. Ha változnának, ha nem halna meg ez a 40 ezer ember, akkor alig 2050-ig alig érezhetően csökkenne esetleg a Magyarország népessége. De ez sem igaz, mert több mint 7000 az a veszteség, amely az Orbáni rezsim elviselhetetlensége miatt tartósan elhagyják magyar állampolgárok Magyarországot. Tehát valószínűleg a magyar társadalom van ebben a pillanatban, akár többlet is alakulhatna ki az éves viszonylatban, és nem csökkenne a magyar lakosság, a magyar állampolgárok magyarországi száma, Magyarországon élő állampolgárnak a száma, hanem nagyon enyhén még növekedne is. Ugyanis a termékenységi mutatónk, amely azt mutatja, hogy egy életkorában várhatóan egy magyar nő hány gyermeknek ad életet, az nem olyan rossz. Azt mondják, hogy 2-2,1 közötti átlagszámnak kellene Magyarországon lennie ahhoz, hogy biztosan, stabilan megmaradjon az ország népessége. Ha ez a szám nagyon magas, mint például Indiában, az nem jó, mert túlnépesedéshez vezet. Ha nagyon alacsony, érdekes módon egyébként Európában az egyik legalacsonyabb, Lengyelországban és Portugáliában két borzasztó erősen elkötelezett katolikus és keresztény állam. Ott a legalacsonyabb, ahol egyébként a legkevésbé fogadják el az abortuszt, az abortusz lehetőségét, hogy a nő rendelkezzen a saját teste fölött, ott a legalacsonyabb. Magyarországon is nagyon alacsony volt, de azért a családpolitikai kedvezmények, amelyek tényszerűek, vagy a fiataloknak adott adókedvezmény, vagy a gyerekváló hitel, amelyeket egyébként most rendre visszavon az Orbáni kormány, rendesen csökken, az azért ezt jelentősen fölemelte, és az 1,3-ről ma már az európai átlag fölött vagyunk egy kicsivel. És ebből adódóan, miután Magyarország egyben célország is sokaknak, például Ukrajnából menekülő ukrajnai magyar állampolgároknak, korábban Erdélyből is nagyon sokan költöztek tartósan Magyarországra, de egyéb országokban is, ezért a mutató, a magyar állampolgársági mutató, az pozitív tudna maradni. De nem csak ez a baj azzal, ami ma Magyarországon történik. Ez a többlet 40 ezeres halálozás ugyanis nem arányos. Ez a többlet nem a csecsemők, nem a fiatalkorúak, hanem döntő többségében az időskorúak közelébe keletkezik. Ezért lehet azt mondani, az Orbáni rendszer állampolgári veszteségei voltak éppen egy fiatalitási politika, amiből ha kiadom a hátteret, még jól is hangzik, hogy Orbánnak fiatalitási politikája van. De ez abból adódik, hogy egyedülállóan a világon is
nagyon ritka, tehát az elsők között vagyunk. Európában pedig egyedülállóan a magyar népesség az, amelyik rendszerűen csökk a magyar várható életkor, a születéskor várható életkor rendszerűen csökken Magyarországon. Éppen ezért ez a két mutató összhangban van, mert ezek a betegségek, amelyet a magyar egészségügy ellátás képtelenségére, vagy nem megfelelő képességére, de nem nekik felróható, nem a magyar orvosoknak és nem a magyar ápolóknak, hanem kizárólag az Orbáni rendszernek felróható okok miatt, meg idő előtt meghaló 40 ezer embernek döntő többsége idős, nyugdíjas ember, mert ő az, akinek a szervezete nem tudja elviselni az Orbán igazságot, mert már legyengült, mert már idős. És ha nem tudja, a jövedelme miatt nem tudja kiváltani a gyógyszereit, akkor sokkal korábban hal meg, mint hogyha a gyógyszerekkel valamilyen szinten fenntartotta volna az egészségét. Tehát ezt kell látni. A kórházakra is ugyanez igaz. Legyengült szervezetük van. Ha őnáluk hamarabb sokkal nagyobb arány tényszerűen a daganatos betegség megjelenése, mert az az idős korosztályban szinte törvényszerűen megjelenik. Ezekre a betegségekre van két jellemző. Az egyik, ha a legelején felfedezik, 99%-uk teljes mértékben, teljes 100%-os mértékben gyógyítható. Nem csak sebészeti, hanem más beavatkozásokkal is. De az is tényszerű, az a másik jellemzőjük, hogy egymásra eltérően van, amelyik fél év után, valamelyik egy év után, de egy év után szinte már mindegyik döntő tényezővé válik, a várhatóan halállal fog végződni. Mert elburjázik a szervezetbe, és már sem sebészeti, sem más módon nem lehet a terjedését, a burjánzását megállapítani. Ez a jelentősége annak, hogy azonnal rendelkezésre áll, már akár a körzeti orvosnak is rendelkezésére áll, nem csak a vérlabor vizsgálata, hanem az MR vagy a CT, a képalkotói vizsgálatok bármikori elrendelhetősége, de legalább minden szakrendelőben oly mértékben rendelkezésre kellene állni, hogy még ügyeleti rendszerben is azonnal tudják alkalmazni, azaz le kellene rövidíteni a várólistát, tudjátok mennyire? Nullára. Hogy amikor az orvos elrendeli, akkor a következő napon, vagy még azon a napon, vagy még az ügyeleten rögtön a képalkotói vizsgálatra sort kellene tudnak keríteni. Ha ez az most hozott intézkedések hatására 3 vagy 6 hónapot fog romlani, tovább csúszni, az azt jelenti, hogy szinte az összes daganatos betegség esetében igaz lesz, akik nem tudtak eljutni, akik rendszeresen nem tudják megfizetni a magánegészségügyben a képalkotói vizsgálatokon való szűréseken való rendszeres részvételt, vagy a teljes labor, vérlabor vizsgálatokon való részvételüket, abban a körben szinte biztosan a halálesetek sokszorozásához fog, további sokszorozásához fog vezetni az Orbáni rendszer intézkedése. Így aztán az idős korosztály, amely veszíti a legtöbb embert, és ezért a várható életkorunk folyamatosan, rendszerűen csökken, Európai Unióban egyedülállóan, a világon pedig az első között, vagy az egyedülállók egyikeként van ez magyar. Ugyanis igaz volt a COVID-járványban a járványkezelésre, ahol az ország mi lakosságához, méretéhez, fejlesztési szintjéhez viszonyítottan a világon a legtöbben haltak meg a járványban. Mert ott is a bűnszervezet anyagi hátterének megteremtése volt a cél, és semmilyen módon nem foglalkozott az Orbáni rendszer azzal, hogy életben maradjunk. Ez egy nagyon fontos megállapítás. És ez a magyar fiatalitás. Én a képen azt írtam, hogy a NER az Orbán, hogy a kórház lassan Orbán Tigertusz kórháza. Ugye az ősi spártaiakról volt ki, talán azért nagyon sokan tanultátok, hogy a már hasznot nem hozó embereket korosztálytól függetlenül, de hát nyilván legtöbbet ők is az idős korosztályban, a hasznot nem hozó embereket felvitték a Tigertusz tetejére, a hegység tetejére, és onnan lelőgték a szakadékba.
Orbán Viktor a mai modern tájgatosz megvalósítója. Ha nem foglalkozom az idős korosztállyal, annak a vásárlóerejével, az egészségügyi ellátásával, azzal, hogy meg tudja venni és finanszírozni tudja az egészségügyi szolgáltatásokat, a gyógyszereket, akkor az idős emberek meghalnak. Ez a NER rendszerének nem gond. Mert általában sem érdekli sem Orbán Viktor, sem a NER rendszerét az emberek. De az egyértelműen érdekli, ezért vette el a 3000 milliárd megtakarítást is, hogy ne kelljen pénzt fordítania az idős korosztályra. Sokkal inkább, miután azoknak a legkisebb az érdekérvényesítő képessége, az ellenállási képessége, inkább a kifosztásukban érdekelt, de nem költeni rá. A fiatal korosztály, ha fiatalodik a társadalom, akkor nem kell a nyugdíjrendszerbe annyi pénzt költeni, a nyugdíjrendszer forrásait biztosító elvonásokat persze a munkavállalóktól el lehet vonni, és utána azt az egészségügyi kasszából, vagy a nyugdíjkasszából akár ki is lehet vonni, tehát ugye el is lehet vonni, de mindenképpen az adótermelő képességgel rendelkező, tehát a jövedelmet létrehozó réteg esetében az a réteg lesz egyre nagyobb arányú, és ezt Orbán Viktor számára, vagy a NER rendszer számára kifejezetten kedvező, ezért ez az ő fiatalitási politikája. Szabó Edit kérdezi, hogy hallotta, csak egy pillanat türelmet kérek. Hát ezt most nem látom, hogy hogyan kéne bekapcsolnom. Akkor ebből inkább visszalépek. Szabó Edét kérdezi, hogy úgy hallotta, hogy az akugyárak építése leállítása került, mert fertőzés veszélyesek. Így van-e? Nincs így. Nincs így. Néha a híreket olyan füllel hallgatjuk, és néha egyébként a hírekben megszólalók pedig olyan mondatokat alkalmaznak, amelyek nem a tényeket, hanem a vágyakat. Tehát a vágyakat elégítik ki. Az elmúlt napokban a fővárosi ítélőtábra a debreceni akkumulátorgyár kapcsán hozott egy ítéletet, megsemmisítette a debreceni törvényszéknek az első fokon hozott ítéletét, mely megtagadta, hogy az akkumulátorgyár veszélyessége kapcsán indított per, tehát az esetleges, de nem megállapított veszélyessége kapcsán magánemberek és két szervezet által indított pernek a lezárásáig függesszék fel az akkumulátorgyár építésének tevékenységét, a törvényszék függessze föl, ezt megtagadta. Ennek semmi köze nincsen még ahhoz, ennek a döntésnek, hogy egyébként a végén mondjuk a debreceni törvényszék azt mondaná, hogy nem veszélyes a debreceni akkumulátorgyár, vagy azt mondaná, hogy a pert indító magánszemélyek és szervezeteknek igazuk van, és veszélyes. Ennek még a tárgyalása sem kezdődött el. Tehát nem, hogy nem mondták ki, hanem a tárgyalása sem kezdődött el. Viszont az indítványt, amelyet a debreceni törvényszék hozott, hogy ő nem állítja le az építkezést, csak azért, mert soron kívüli intézkedésként az egyik magánszemély, aki beperelte a működési engedély kiadását, a kormányhivatalnak a működési engedély kiadását az akkumulátorgyár építésére, abban azt is kérte, hogy amíg a per tart, ha 3 évig, 3 évig, ha 7 évig, 7 évig, ha 6 hónapig, akkor 6 hónapig, de azon az időszak alatt ne lehessen folytatni a beruházást, ne lehessen egy végleges helyzetet kialakítani. Ezt a törvényszék Debrecenben nem megfelelően vizsgálta, nem vette figyelembe az előterjesztett bizonyítékokat, szakértői véleményeket, nem vizsgálta meg, hogy valóban veszélyt jelente Debrecen vízellátására, mondjuk a nyári csúcs szezonban, hogy az akkumulátorgyár is egyébként, az akkumulátorgyár egyébként köztudottan kiemelt vízigénnyel fog rendelkezni. Tehát nem szerzett be olyan szakértői véleményeket a törvényszék, a debreceni törvényszék, amely kimutatták volna, hogy mire képes a debreceni vízellátó hálózat,
mondjuk egy nyári csúcsidényben, és ott ki tudja szolgálni a közérdekben a lakosságot és a helyi vállalkozói kört és az akkumulátorgyárat is. Ennek a vizsgálatnak a pótlására utasította, hogy ezt meg kell vizsgálnod soron kívül, és csak azután dönthetsz arról, hogy folytatható, vagy mondjuk az építkezést le kell állítani, vagy nem kell leállítani. Azaz nem szerezted be a kellő információkat arról, hogy az építkezés folytatható, vagy nem folytatható. Ez volt a valós döntés, és nem az, hogy veszélyeztet az akkumulátorgyár, hogy ezt már bíróság megállapította volna, vagy leállította volna. Ráadásul, mint a téma is mutatta, amit most viszonylag hosszan adtam elő nektek, a téma is mutatta, ezt akkumulátorgyár építkezésenként kell a pert is megindítani, és kell megállapítani, mert attól még, hogy mondjuk Debrecen nem képes egy az ottani akkumulátorgyárnak a megfelelő vízellátására, esetleg Göd képes lehet, a Gödi akkumulátorgyár esetleg képes lehet rá. Nem tartom szerencsét, nem. Magyarország gazdaságának adottságai nem támasztják alá az akkumulátorgyárak telepítését Magyarországra, még kismértékben sem, de ilyen mértékben meg egészen biztosan nem. Tehát ez a magyar társadalom és a magyar gazdaság érdeke, még csak gazdasági érdeke sem, nem csak hogy társadalmi nem érdeke. De a joghelyzet az előbbiek szerinti, és az csak a vágyunk. És én is hallottam az első híradásokat, csak utána a jognak utána kellett nézni. Az egyelőre csak a vágyunk. Hogy ezeket az akkumulátorgyár építkezéseket a bíróságok esetleg majd megállítják. Elérkeztünk az előadásom végére. Köszönöm nektek, hogy ma is velem voltatok. Ma is azt láttam, hogy van vagy 10 posztom, amire nem volt időm és nem volt lehetőségem nektek bemutatni, de hát ez a szokásos elköszönés, ők azok az emberek, akikre figyeljetek, itt van közöttük az energetikai szakértőnk is, és ugye Hodol Attila, akinek ahova irányítottam az egyik kérdéseteket, azt hiszem az amerikai olajkutak kapcsán, ő rájuk figyeljetek, az ő válaszaik nagy valószínűséggel helytállóak. Köszönöm az 58 ezer követőjének az oldalnak, hogy követi az előadásaimat, megtiszteltetés számomra, remélem, hogy ez a szám folyamatosan és tovább fog növekedni. Ha gondoljátok, ha hasznosnak tartottátok, kövessétek az oldalt, és ha hasznosnak tartottátok, minél szélesebb körben osszátok is meg. Köszönöm, hogy velem voltatok, további szép napot kívánok, vagy szép estét, és utána egy szép hétvégét kívánok mindannyiótoknak.